Kit által engedelmeskedett Ábrahám, mikor elhivatott, hogy menjen ki arra a helyre, melyet örökölendő volt, és kiment, és nem tudván hova megy. Hit által lakott az ígéret földjén, mint idegenben, sátorokban lakván Izsákkal és Jákobbal, ugyanazon ígéretnek örökös társaival. Mert várta az alapokkal bíró várost, melynek építője és alkotója az Isten. Tegnap belefogtunk egy nagy várakozó rövid életrajzába, ez Ábrahám volt, és most a zsidókhoz írt levél 11. fejezetéből a 8. és 10. versek közül olvastam fel Pálapostól gyönyörű visszatekintését, hogy egyrészt a történetet is elmondja, hogy Ábrám ott, ott hagyott egy gú, dúsgazdag vidéket, és elment egy jóval szegényesebb területre, és ott sátorozott, ott ment településről településre, ahol helyt adtak neki, ott született meg Izsák a gyermeke, majd aztán később az unokája Ézsa és Jákob, és hát Jákob vonalán ment tovább, a tizenkét törzs vonalán ment tovább a zsidónép élettörténete. Ez csak nagyon jelzésszerűen említi itt Pálapostól a hangsúlyt a lezárásra teszi, mert várta az alapokkal bíró várost, melynek építője és alkotója az Isten. Micsoda bepillantás Ábrahám lelkébe, Ábrahám gondolkodás módjába, hogy neki fontosabb volt Isten szándékait követni, mint a környékbeli helyzet adta nagy Kecsegtető reményeket, hogy gazdag ember lehetek, hogy módos ember lehetek, hogy kiterjeszthetem hatalmamat másokra is. Nem, ő egyedül Istenre figyelt. Ő várta az alapokkal bíró várost. Micsoda kijelentés ez? Mi is építünk házakat, városokat. És alapot is emelünk, persze, 90 centire legalább le kell menni nálunk a földet, biztos alapot vetni egy háznak, házaknak, még inkább az óriási toronyházaknak, milyen mély alapot kell vetni, de még sincs alapja a létezésünknek, mert a rossz elvágta az alapokat, mert nincsen itt maradandó városunk ezen a világon, de lesz majd olyan városunk, amely örökre megáll, amely örökre fenn fog maradni, az alapokkal bíró város. De azt nem ember építi. Ember csak olyan városokat tud építeni, amelyek elpusztulnak, földrengésbe megrogynak, vagy a lehető leggyorsabban az emberek lebombázzák őket. Mert hogyan is mondja Habak könyve második fejezete? a népek a tűznek építenek, és a hiába valóságnak fáradoznak. Igen, amit felépítünk, ma holnap majd leromboljuk, ez az emberi történelem elég borzalmas látképe, de mi, akik Krisztus követői szeretnénk lenni, mi az alapokkal bíró várost keressük, az örök hazát, az én országom nem világból való Jézusi kijelentése alapján és ennek az építője és alkotója maga az Isten. Mi Isten útjait követjük, amelyek látszólag bizonytalanok ebben a világban, mely olyan biztosan akarja megmutatni, hogy ő hogy tud fennállni, valóságban olyan ingatak és bizonytalan, hogy azt kise lehet mondani, de ebben a sok-sok bizonytalanságban, ami körülvesz bennünket, van egy döntő bizonyosság, hogy Isten megígérte számunkra az örök életet, hogy Jézus ezért jött el a földre és halt meg, hogy nekünk örök életünk legyen, és a mi életünk ne egy ilyen viszontagságos, viharos földi történelemben játszódik le, hanem jöjjenek majd nyugodt, csendes napok, egy egész örök élet, ahol az ember kibontakozik, fejlődhet, mindenki azzá válik, amivé szeretne lenni Krisztushoz hasonlóvá lévén, Csodálatos ez az alapokkal bíró város, csak mint egy jelkép, csak mint egy rövid utalás, de nyomatékosítja azzal, hogy Ábrahám erre várt, és arra a valakinek a cselekedetére, hiszen ez is itt a befejező igének a hangsúlyos része, amelynek építője és alkotója az Isten. E mai napunkat is, ennek az örökvárosnak, erre az örökvárosra való vágyakozás hassa át.